Szevasztok, jó napot kívánok, az M3 autóparkban, Zoknifej Peti vagyok, és egy Fiat Mariát kell bemutatnom. 160 ezer kilométeres órállása van, nagyon szép bordázott a kormánya, köszönhető, hogy kevés kilométeres, megvan az összes gyári kulcsa az autónak, meg is próbálnám újra indítani. Ez sikerült is, az akkumulátor jó benne, és az összes cseklámpa kialudt, csak nem vagyok bekötve, de nem is fogom magam bekötni most már, hiszen kiszállok a kocsiból. Gyári zene, ami jól működik a szerkezetünkben, ez rendben is volna. Ezen kívül van egy ötös váltónk és elektromos ablakok jobbra-balra, illetve könyök támasz itt az első utasnak. No, az ülések nagyon szépek benne, különben látszik, hogy nincsen kikoptatva, és állítható magasságú az kormányunk és az ülés lap magassága is. A hátsó utasnak van fejtámla és könyöktámasz, és itt is szép minden rendezett és tiszta. Ugye a Fiatokra jellemző, hogy ez a kormányról leszokott ez kopni, ez a kis műanyag. Ezen látszik, hogy teljesen egyben van és rendben van ez a része. Nagyon jó állapotú gumik vannak rajta, Seat márkájúak és szép bordázottak még. Friss műszakival rendelkezik az autón, 2 év friss műszakival. Csomagterét, hogyha megnézzük, akkor elmondhatjuk róla, hogy nagyon szép és tiszta, és élmény belenézegetni. Pakolhatnék is bele jó sok minden, és még osztható is a hátsó ülés, ahogy láttuk. No, a külsejéről elmondhatjuk, hogy épp és szép, nem horpadozott, illetve nem karistolták össze a kocsit, de tényleg egy jó mutató kis Fiat Mariát nézegetünk, és még egyszer belenézhetünk ide a motortérbe is, remélhetőleg kinyitottam. Igen, sikerült kinyitnom, tehát egy jó kis akkumulátor volt benne, amit mondottam, egy abszolút por és olajmentes 16 szelepes motor, ez 103 lóerő. Szerintem ezen túl sok mindent nincs nézegetni valónk, hiszen teljesen rendben van a szerkezetünk. Most már csak be kéne jönni hozzánk itt az M3 autóparkba, és meg lehet nézegetni ezt a Fiat Mariát közelebbről. A viszontlátásra!